Kamerákat szereltek Budapest legmagasabb építményére, az óbudai fűtőmű kéményére, hogy online lehessen nézni az ott fészkelő vörös vértség költési időszakát. A főtáp már készül a távfűtés leállítására, hiszen április 15-éig tart a fűtési szezon. 15-e azonban a távfűtés napja is, amelyre különleges programmal is készül a főtáv. Vörös vércsék víjognak az óbudai fűtőmű kéményénél. Évek óta fészkelnek itt, ezek a madarak ugyanis könnyen alkalmazkodnak az ember alkotta környezethez. Két fészkelőhelyet is kialakítottak maguknak, az egyiket 13-15 méteres, a másikat 100 méteres magasságban. Szerdától már az interneten is lehet követni a madarak életét, mert két kamerát is telepítettek a fészkeik közelébe. Az ilyen megfigyelés a szakemberek munkáját is segítheti. Hogyha egy költési időszakot teljesen az elejétől a végéig végig tudunk követni, akkor olyan etológiai sajátosságokra, viselkedésbeli érdekességekre, különlegességekre deríthetünk fényt, amelyet mondjuk távcsöves madár megfigyeléssel, vagy heti rendszeres kijárással, ami jelentős zavarást is jelent egyúttal, nem tudunk bizonyítani. Amennyiben az ember nem zavarja meg a madarakat, akkor több generáció is ugyanazon a helyen fészkelhet, azonban nem csak a madarak megfigyelésére lesz lehetőség. Ez a kémény Budapest legmagasabb építménye a maga 203 méteres magasságával. Hamarosan azonban bárki szétnézhet innen fentről, igaz csak virtuálisan. A főtáv szakemberei ugyanis egy meteorológiai kamerát szerelnek a kémény tetejére, így onnan lehet megnézni Budapest látképét. Bár nem voltak ideálisak a körülmények, a kémény tetejéről így is kilométerekre el lehetett látni. Ebből a magasságból teljesen más látványt nyújt Budapest. A kedvezőtlen körülmények ellenére is lehetett látni a parlamentet a Duna kanyarulatával és hídjaival. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor kapcsolják be a kémény tetején lévő kamerát. Az viszont biztos, hogy a távfűtést hivatalosan pénteken állítják le, egyes társasházak azonban május 15-éig még kérhetik a szolgáltatást. A főtáv nagyjából 240 ezer lakossági és 4-5 ezer közületi fogyasztót lát el Budapesten, de számuk tovább nőhet a közeljövőben. A társaság kommunikációs vezetője szerint Budapest levegőjének jót tenne, ha a belvárosban is távfűtés lenne, ezt számítások is igazolják. Aminek az eredményeként az látszik, hogy ha 10 000 lakás távfőre kötne, mondjuk a belvárosban, akkor 47 ezer tonnával kevesebb káros anyag kerülne a levegőbe per év Budapesten. Április 15-e egyébként a távfűtés napja lesz, amelyre a főtáv különleges fényjátékkal készül a város több pontján.